Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig egy Tunál című podcast sorozatnak a külön kiadás. Egy. Ez pedig egy Tunál. Hát én van a nőjön. Sörvezető kollégáim ezen a héten, vagy ezen a napon, Ádám. Hello. És Lóri. Hello. Próbáljuk kicsit összeszedni megmaradt adcsejtőnket. Ja. Ez egy, azért egy külön kiadás, mert most itt filmekről nem lesz konkrétan szó, hanem két koncert élményünket szeretnénk megosztani veletek. Időrendi sorrendben haladva az egyik zágrábi Iron Maiden koncert, a Maiden England turné, ha jól tudom, ugye? Annak az egyik állomása volt. Így van, pontosan. Maiden England, a másik pedig Roger Waters The Wall című koncertje, ami itt volt Budapesten a arénában volt? Puskás Ferenc volt. Úgyhogy én nem voltam a Wallon, viszont az Iron Maiden mind a hárman voltunk, úgyhogy akkor kezdünk is azzal. Lóri, átadom a szót, kicsit vázolt fel, hogy akkor mikor volt ez, hogy mentünk, meg ugye a körülményeket nagyjából. Hát akkor körülírnám a dolgot, hát ugye nagyon szerencsés adottságai vannak Magyarországnak, tehát így az összes nagy zenekar így nagyon hatásosan... Köszönöm szépen! Szóval ez majd a leírásba tedd be a linket. Mindenképpen. Néha így azt tedd be a felvétel alatt, hogy igen. manipuláljuk a nézőket. Főleg amikor én szeretnék beszélni, ez akkor... Ez az új Rick Rolls, tehát hogy már nem a izé van, nem a gonna give you up, hanem a Santa Maria. Jó. Na, szóval, tehát a nagy zenekarok azok valamiért így általában kikerülnek minket, és hát így történt most a Maidennek ezen a túráján is, és hát ebből kifolyólag, mivel ez egy nagyon emblematikus turnéja a Maidennek, én szerettem volna eljutni erre a show-ra, több olyan számot, ami közel a szívemhez játszottak is ezen a turnén, és tehát úgy éreztem, hogy ott a helyem. És akkor felvázoltam ezt ugye Andrásnak is, meg Ádámnak is, és szerencsére mind a ketten igent mondtak az ötletre, hogy menjünk el. A legközelebbi ilyen dátum, hát ezt így egyébként július közepén döntöttük el, hogy nem ártana elmenni, és a legközelebbi időpont az már úgy, hát kettő lehetőség volt. Volt egy prágai, meg egy zágrábi lehetőségünk, és mi utóbbit választottuk. Hát egy ilyen szervezett úttal mentünk, egyébként a Maiden, Iron Maiden Hungary nevezetű Facebookos csoporton tették ki ezt a lehetőséget, egyébként, hogyha bárki szereti az Iron Maiden-t, érdemes lájkolni, és egy ilyen szervezett buszos társasághoz csatlakoztunk mi is. Az utolsó pillanatokban egyébként sikerült még mind a buszra fölférnünk, mind jegyet vennünk, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. A maga az utazásról annyit, hogy reggel elindultunk, eljutottunk Zágrábba, tehát én reggel 9 fele indultunk, Zágrábba egy olyan 1 és 2 óra között érkeztünk meg. Egy kis városnézésre is volt lehetőségünk. Zágráb egy nagyon gyönyörű város, szerintem egy ilyen kicsit mediterrános beütése, de meglehetősen az a szokott, mondjuk, tehát aki járt már Budapesten, az nem lepődik meg nagyon a zágrábi építészeten, tehát nem gyökeresen eltérő szerintem. Nagyon kellemes kis délután töltöttünk ott, jót söröztünk, jót beszélgettünk, úgyhogy nagyon korrektül éreztük magunkat. Az előzenekar egyébként azt hiszem a Voodoo Six meg az Anthrax nevezetű zenekarok voltak. Őket mind a kettőt sikeresen kihagytuk. Inkább Zágrábban kalandoztunk össze-vissza, és pontosan az Iron Maiden show-nak a kezdésére érkeztünk be, és onnantól kezdve úgy érzem... Helyjegyünk volt, ugye ültünk, igen, és tele volt szinte az egész, nem? Tehát... Igen, megnéztem egyébként, körülbelül 15 ezer ember volt azon a koncerten, egyébként, hogyha megnyitod a statisztikát, akkor pontosan meg is... tudom mondani. Tehát egyébként fönn van Wikipédián, lejjebb egy kicsivel, légy szíves. Még. És ott. Na szóval egy pillanat.
15. Úgy kell elképzelni, hogy Lóri is más helyen van, meg András is, és Lóri telepatikusan tudja, hogy András mit lát a monitoron. Igen, 15. Azt szerint mondja, hogy 330 ember volt ott a koncerten, a 17.000-es befogadó képességű arénában. Tehát azt mondhatjuk, hogy 90%-os igen. A feldolgozottság. Igen, tehát azért... még most is számoljak, hogy hány ember volt ott. Valóban György számolja még mindig. Szóval egyébként nagyon, tehát ugye ez azért közel teltháznak nevezhető, nagyon jó volt a hangulat, azt kell, hogy mondjam, a show az pedig hát ugye legendás. Az egész turnénak az anyaga az a 88-as Seven Sun of a Seven Sun nevezett lemezhez kapcsolódó Seven Tour of a Seven Tour turnénak az anyagát tartalmazza, illetve van némi módosítás benne. A mostani setlistben helyet kapott az Afraid to Shoot Strangers, a Fear of the Dark, és azt hiszem, hogy az Aces High. Ugye az előző kettő az ebben az időszakban még meg se volt, hiszen azok a Fear of the Dark albummal kerültek ugye a köztudatba, és a korábbi anyagról pedig hiányzik az Infinite Dreams, még most a Phantom of the Opera is a setlista részét képezte, és viszont szegényebbek lettünk egy ilyen Infinite Dreams-el, illetve rámennél a régi setlistre? Akkor volt még annó a Die With Your Boots On, Still Life, Killers. És a Szamba királya. Tehát igen, azt is kihagyták, és Balázs Pali vendégszereplésére se került sor. A művész úr nem vállalta. Ez így van, és most Hello'd Be My Name sem volt. Tehát, hogy azért cserélődött egy kicsit a setlista, és akkor ez még nem az összes változást érinti, de egyébként a maga a koncertnek a váza az elég hasonló volt. Volt a Sanctuary is? Volt a Sanctuary? Nem volt itt sem. A Moonchild volt a nyitó nóta egyébként, ami a Seven Sun-nak a nyitó dala. Egy roppant jó kezdés egyébként, nagyon, nagyon szeretem a számot. Hát ez a koncerten sajnos nem szólt olyan jól. Bocs, Lóri, kicsit már belemennél a koncertelemzésbe? Igen. Szerint mi még azért kicsit beszélnék így a... Legalábbis én szeretnék. Ádám, kicsit így a Zágrábról, meg ugye a élmény oda jutás. Tök jó, marha jól éreztem magam, már rég volt ilyen, meg talán hárval még nem is mentünk így el. De így folyamatosan, tehát nem volt megállás, hanem így... folyamatosan mentünk. És marha jó volt a hangulat szerintem, meg ott a viszkit megbontottuk, meg ahogy ott 20 kilométeren keresztül ott egyik üvegből a másikba átdekoráltuk a viszkit, meg jó volt az egész Zágrábnak tényleg ez a kis hangulata, ilyen kelet-európai hangulat, meg kedvesek voltak az emberek, meg nem tudom, nekem a kedvenc részem az volt, arra nagyon büszke vagyok, hogy úristen, az hogy történhetett meg velünk. Hogy megérkeztünk Zágrába, mentünk a kis busszal, egy ilyen 20 férőhelyes merti busszal mentünk többen, és megérkeztünk Zágrába, és már ott voltunk ilyen 5-10 perc, és kurvára nem volt senki se az utcákon, ilyen, tudom, ilyen anyukák voltak, meg idősek, de ügyes volt szinte az összes villamos, meg a buszok, és így nézem, hogy ez most micsoda, így délután kettőkor mi az, hogy üres az egész. Aztán itt szépen 4-5 körül már kezdtek kiszállingozni az emberek az utcán, és akkor döbbentem már, hogy basszus, mert én Budapesten nem ezt jegyeztem meg. Az maradt meg bennem Budapestről, hogy mindenki állandóan tömve van, az összes BKV, meg bármelyik időszakban vagyok, mind sose férek fel, és Zágrában pedig azért nincsen ez, mert ott az embereknek van munkája, és el vannak foglalva a napközben. És Magyarországon pedig itt ugye, itt 11-kor, meg 1-kor, meg délben, meg mit tudom én mikor, embereknek simán van ideje bármire össze-vissza. Azért hozzátenném, hogy Zágrábnak az állandó lakossága az... Ja, persze, az, sokkal az kevesebb, igen. Legalább a fele Budapest állandó lakosságának. Tehát, mondjuk azt hozzá kell tenni, az nagyon fura, hogy Zágrábnak az építése az hogy néz ki. Most jó, persze nem erről szól az adás, de mégis így érdekességképp, hogy elég fura a felosztása, mert... eléggé ritkán lakott, és hát úgy ritkán lakott, hogy
messze vannak egymástól az épületek, nincsen igazi, van egy belváros, egy ilyen kis macskaköves középkori hangulatú katedrálisokkal, meg kis utcákkal, ahol jár a busz, tehát az nagyon vicces volt, meg ott valahogy sörözgettünk. De mégis valahogy nekem úgy tűnt, mintha az autó, egy fix nagy autópályára épült volna oda a város. Tehát elég érdekes az elrendezése, hogy a egész város így kb. Négy részre szeli az egyik ilyen autópálya bevezető. Igen, mert tudsz, ahogy jöttünk. Az egyik római úthoz kapcsolódóan már az 600-as évek tájéken megépítették ott az autópályát, és később épült oda Zágráb. Igen, mert igen. Ezért érezheted ezt. Nem, sőt, ott volt egy pad, amit oda teremtettünk a hatodik napon, és arra körbenézett a zágrábi fejedelem, hogy na, akkor készítsünk el egy fejedelemséget, ha... Igen. Egyébként... Ja, bocsánat, azt gyorsan hozzátenném, hogy ez az adás Gáspár támogatásával készült. Igen. Pozorálás. És innen üdvözöljük. Igen, üdvözöljük, nagyon, nagyon jelzik. És zárójás info, már, hogyha már ennyire szétfolytunk, hogy Szent László királyunk... Ma ünnepli 160. Igen. Tukoltatjuk tőle. Nem, tehát ő adta ki az engedélyt, illetve ez hülyeség, hogy parancsolatot, most nem jut eszembe jobb szó. Tehát ő indítványozta Zágrábban a Zágráb megalapítását gyakorlatilag még az... A 11. században valamikor, nem tudom a pontos időpontot. Na. Az is érdekes, hogy ugye Zágrábban, nem tudom, 20-akárhány éve, nem tudom, szar voltam töriből ebben a területben, nem tudom, hogy mikor volt. Volt ez a szerb-jugoszláv háború, azt hiszem az volt, nem tudom. 90-es években volt. Igen, és hát ahhoz képest úgy néz ki, mint Budapest. Tehát... miközben Budapesten pedig a legutóbbi ilyen dolog az nem tudom 60-valahány éve volt. Mondjuk ott szerintem nem Zágrábot lőtték igazán szét, hanem a keleti részeket, de bár én sem tudom. Hogy... Minden esetre nagyon kultúrált kisvároska volt, és élhető. Tehát egy élhető városnak tűnik igazából. Igen. Annyira egyébként nem izgalmas, tehát nincs benne semmi különleges, de úgy rendben volt, tehát igen. Nekem az a régi rész tetszett igazán, hogy előtt kiültünk, jó idő volt, iszogattuk a sört, dumáltunk, ja. És egy idegen odajött hozzánk beszélgetni, meg egy ilyen kisgyerek kéregetni, tehát azért ott is megvolt a... Jó, azért megvolt ez a hangulat, igen. Megcsapta a kommunizmus ott is a szelet egy kicsit. Egyébként az a srác, aki hozzánk csapódott azon a koncerten, képzeljétek el, hát kivel találkoztam a Vólon, csak nem vele. Úgyhogy... Na, ez az igazi love story-nak a kezdete, úgyhogy a fejlényeket. És mielőtt még tovább megyünk, csak eszembe jutott, hogyha már ilyen élményszerű a beszámoló, hogy emlékszem, amikor találkoztunk a hív megállóban, és akkor így közölted, hogy hoztál egy viszkit, és megmondta, hogy én meghoztam pálinkát, meg bort, de az a gyermeki öröm, ami is jutott a társaságon. Igen. Ez hihetetlenül volt. De jó volt, amúgy a busz út is szerintem elég gyorsan elment. A dumáltunk, iszogattunk, de azért nem... Áramidét hallgattunk, volt CD-re játszó, hogy sokkal hát azt mondtuk, nem akartunk egy kis áramidét hallgatni. Igen, de abszolút nagyon jó volt. Ja. Lóri vette azokat a CD-ket, amivel már 10 éve lóga volt osztálytársunknak. Még 10-be kaptam meg, és most fog diplomázni szerintem valamikor. Leasinget CD. Igen. Jó, és akkor az a szomorú, hogy eddig tartott a pozitív része az élménybeszámolónak, egészen a koncert kezdetéig. Igen, szóval... Kifizettünk valamennyi összeget erre a koncertre, plusz még ugye költőpénz, meg odaút, visszaút, és hát azért mindannyiunkat érdekelt, hogy milyen lesz maga a koncert. Tehát nagyon szép volt a városnézés, de arra azért nem számítottunk, hogy az lesz a napnak a csúcspontja. Mert azért az Iron Maiden mondjuk szerintem nem arról ismert, hogy mondjuk megbízhatatlan lenne minőségileg, tehát mindig azért jó bulit csinálnak, hozzák a szintet, eljátszák a számokat, ugye, tehát nem egy Lars Ulrich szinten mozog, például Nikónak a dobjátéka sem általában. Viszont elkezdődött a koncert, és rögtön beindult a fejünkben a vészriasztó, hogy itt valami nem stimmel. Igen, bocsánat, hozzá kell tenni, zárója, ülőhelyen voltunk fönt a karzat közéként, tehát nem a
harmadisorba csápoltunk, meg ilyenek, tehát ültünk fent. Igen. Neki, csak, igen. Én igazából, tehát ugye megszólalt a Moonchild-nak az eleje, és ameddig ugye játszották be a playbackről a fölvezető részt, addig az úgy rendben is volt, de amit megszólaltak az eredeti hangok, ott így kész, tehát ilyen fatal error elindult a fejemben. Éghalál. És azon voltam, hogy fogd be a szádat, gyerek, mert iszonyat sok pénzt fizettünk ki azért, hogy itt legyünk, igen, és ez most ezt élvezni fogod. Igen, ez tipikusan az, amikor próbálod meggyőzni magad arra, hogy te ezt élvezed. Pedig közben a logikus agyad azt tudja, hogy te hülye barom, pontosan tudod, hogy nem stimmel, és pontosan tudod, hogy ez egy csalódás lesz számomra, de te azért próbálod magad meggyőzni, hogy de biztos csak rosszul hallottam, biztos csak félre hallottam. És itt két nagyon nagy probléma volt ezzel a koncerttel. Egyrészt a hangosítás. Igen. Nem volt jó a hangosítás, pedig arra számítottunk volna, hogy mivel nem fesztivál koncert, ezért azért nagyobb figyelmet fordítanak rá. Kásás volt az egész, nem lehetett kihallani a hangszereket, rosszul volt pozícionálva, és zúgott az egész, de ilyen nagy, olyan, mint egy igen, nagy főzeléket rádobtak volna a fejedre. És így... Szerintem egyébként ezek a hangmérnökök annyit csináltak, hogy ember, föltekelni a potmétert maximumra, és akkor szóljon a metál. Igen. Tehát ez így nem működik. Igen, ez volt az egyik gond, de ezzel még meg is barátkoztunk volna. Ha? Ha, hát az volt a probléma, hogy szerintem így a hatójuk közül ketten nem voltak formában. Név szerint Nikó meg Janik. Tehát így... Pontosabban ők nem ittak alkoholt valószínűleg, és azért... Igen, és remegett a kezük, féltek 15 ezer ember látványát, hogy úristen, ennyi ember. Igen. Még soha nem játszottam ennyi ember előtt. Na, tehát ne kerülgessük a forrókását, Nikó az szerintem vállalhatatlan teljesítmény nyújtott, tehát dobos feladatait nem tudta ellátni, szétesett szinte minden szám, nem feltétlen végig, de voltak részek, ahol kifejezetten tempóban nem voltak együtt a fiúk, a Janik meg ugye a gitárszólókat cseszte el igazából, mert az is egyszerűen szétesett az egész is. És ugye sokáig győzködtük magunkat, hogy biztos csak a hangosítás miatt, de aztán egész egyszerűen voltak részek, ahol ordított hogy egyszerűen nem játszanak jól, és nem tudják eljátszani a saját számaikat, ami nagyon szomorú volt. Igen, mondjuk azért hozzátenném, hogy tehát a Janikról ez köztudott, vagy legalábbis hülyeség, hogy köztudott, de azért aki jobban benne van a Maidenben, és adott esetben még zenél is, az tudva le, hogy a Janik az nagyon hektikus figura. Tehát hogyha ő jó napot fog ki, akkor a csillagokat lehozza az égről, és hihetetlen, tehát mondjuk én láttam őket 2008-ban a Szigeten, meg 2010-ben is, és a Janik mind a két koncerten egyébként szerintem jól játszott. De most, akkor nem volt jó napja, és nem is történt azok az érzelmi katarzisok, mint amik voltak mondjuk mind a két szigetes koncerten. Habár a 2010-eset, ott meg szintén a hangmérnökök rontották el. Az egy óriási... és ami nekem meg óriási, hát ilyen negatív irányú megdöbbenés volt, szóval, hogy hát élveztem, próbáltam élvezni a koncertet, ütöttem a ritmust és a többi, és így hát észrevettem, hogy elmásztam a ritmustól, mármint az ütemtől. Na hát akkor mondom, hát biztos megittam már pár sört, mit tudom én, persze, hát van ilyen. És akkor csináltam tovább, és akkor megint elmásztam, meg megint, és amikor már tizedszer elmásztam, akkor már így azon gondolkodtam, hogy biztos, hogy én mászok el, nem a Nikó kezdett el csúszkálni össze-vissza. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy megfigyelve Nikó nem volt formában, ami nekem nagyobb meglepetés, hiszen ő a zenekarnak az egyik nagy italos figurája és nagy bohóca. Tényleg valóban sokat iszik egyébként, de egyébként őtőle ilyen teljesítmény nem igen hallani. Tehát ő maximálisan az egyik legnagyobb dobos a számomra, a legnagyobb példaképi dobolás terén szinte, és rossz volt ezt így tapasztalni tőle, hogy ő ilyet csinál. Ezzel együtt, még hogyha ez így pénzembe is került, mondjuk ezt így tegyük félre, tehát azt azért így jó látni, hogy,
hogy nem mindenki olyan, mint a Dream Theater meg a Porcupine Tree, hogy ilyen műszaki precizitással játszanak, és gyakorlatilag a metronom nem olyan pontos, mint ők. Jó, persze ez nyilván hülyeség, de hogy tehát ők hideg vérprofizmussal az utolsó hangot is a helyére pöccintik, de a Maidenben pontosan nem ezt szeretem. Ők úgy muzsikálnak, ahogy annak a saját emberi íze van. Tehát, hogy azt ők nem visznek a stúdióba metronómot, ők nem GPS-ednek el. Másik fajta időszakból is származnak, ugye, mint az előbb említett zenekarok. Tehát más íze van a zenéjüknek, és én ezt is nagyon szeretem, de ebben benne van ez a veszély, hogy vannak napok, amikor ezek nem jönnek ki, és ez egy ilyen nap volt. Igen. Tehát, hogy nagyjából ez a lényeg. Most így látjuk magunk előtt a setlistet, nagyjából akkor így menjünk végig rajta gyorsan, hogy melyik volt jó, melyik nem volt jó. Munchágy, korrekt. Korrekt, nekem azért volt csalódás, mert ugye ott döbbentem rá, hogy nem jól szól a koncert, igen, de egyébként nagyon szeretem a számot. Can I Play With Madness? Korrekt, annyira nem szeretem a számot. The Prisoner? Jó volt hallani élőben. 2 Minutes to Midnight? Nem szólt jól. Az kifejezetten nekem gyenge volt sajnos. Igaz, de a 2 Minutes to Midnight-nak az a zsenialitás, hogy annyira muzikális dal, hogy még így is jó volt. Igen, igen. Tehát, igen. Hogy, mert jó, megvan írva, de... Tehát az a világtörténelem egyik nagyja szerintem, hogyha így a rockzenét vesszük, hihetetlenül muzikális. Afraid to Shoot Strangers? Itt ugye ez volt, amit Ádám nem ismert. Ennek a számnak az óriási erőssége az, hogy ott a közepén elkezdenek ilyen igazi maidenesen dallamokat bejátszani. Valami ilyesmi, igen. Szóval nagyon, nagyon jó. Ez egy eredeti bejátszás volt amúgy. Igen, igen, igen. Tehát ez a koncertfelvétel. Kb. Így szóltam, hogy az... A népzenei... Helyi kocsmában... Jó. Szóval, ennek a számnak az az erőssége, hogy rengeteg dallamot használnak fel benne, és olyan meglehetősen nem szokványos a felépítése. Tehát egy ilyen nagyon lassú, nagyon terjengős maszlagból lesz egy ilyen szépen fokozatosan felépített, igen, tehát és a közepe, a szóló, az gyakorlatilag már ilyen speed metalba hajló rész, ami ugye jellemzi egyébként a Maident. És aztán ugye, amit már megszoktunk később ugye a 2000-es években, hogy olyan tempóugrás van a dalban, ami nem feltétlenül duplázódás, hanem csak egész egyszerűen új tempószintre emelik a dalt, és aztán azt vissza is ültetik. És ez gyönyörű, ez az íve a dalnak, hogy a közepén mondjuk úgy van egy pukli, ahol belzúz a szám. Ez nem mindenkinek lehet szimpatikus, de én egyébként szeretem ezeket a részeit, és még a gyors részbe is belevisznek egy olyan eposziri dallamot, hogy hihetetlen, nem eposzi, inkább epikus. Ezt így sikerült nagyjából visszaadniuk egyébként, nem esett szét a szám, szerintem nem, tehát így korrekt. Ádám, neked hogy tetszett? Ott hallottad ezt először? Hát nem tudom, én nem nagyon emlékszem már rá sajnos, azért vagyok csendben. Jó. Mert viszonylag én félig laikus is vagyok, nem is vagyok még annyira benne az Iron Maidenben, mint amennyire ti. Én inkább az újakat ismerem, az utolsó 2-3 albumot. Én is. Itt azért így ezeket a számokat nem nagyon vágtam, amiket lejátszottak, nagyjából csak nem tudom, szerintem egy ilyen 5-öt vagy 6-ot. De azokat pedig én ilyen fél laikus, én rengeteg zenét hallgatok, meg baszott sok igaz zeném van, de sose zenéltem, és nem nagyon tudok ehhez így hozzászólni. Tehát én próbáltam úgy élvezni, hogy oké, ez így nekem jó, én nem húztam fel az agyamat, hibákat nem nagyon veszek észre, csak hogyha a Lóri koncertezik, és ott túl sokat iszik, és hátra esik a doboknál, akkor azt néha észreveszem, de egyébként itt egyébként nem nagyon. Na, szóval akkor menjünk tovább. Super.
Trooper, nem emlékszem rá igazából, meg kell, hogy mondjam őszintén. Semmi, nem ütött akkorát, mint amekkorát kellett volna. Igen, én azt vettem észre Nico Fiein, hogy egy idő után ő sem volt bevállalós. Tehát, hogy én így, amikor 2008-ban hallottam őt dobolni először élőben, akkor konkrétan már bocsánat, lefostam a bokámat. Hihetetlenül improvizatív és muzikális figura a Nico, és itt ma... A koncert felén én rájött, hogy ma ez nem az ő napja, és nem is volt bevállalós, és a Troopernél pedig be kell vállalni ezeket a dolgokat. Mm. Tehát, hogy ott ő soha nem üti azt, ami a lemezen van, soha nem üti azt, amit az előző koncerten ütött, és nem is üti azt, amit 5 hét múlva ütni fog, hanem az minden este más, és mégis marha jó, és ma, vagy nem ma, hanem akkor ez ilyen megúszós volt. Mm. Ami még mindig jobb, mint hogyha kb. Megálltak volna a szám közben, tehát jó, hát mindegy. Vagy dobgépről bejön a szinti baj, aztán eljátsza ő azért. Jó, de azért, bocsánat, itt egy közbeszúrás, ugye Ádámmal voltunk, 2020-ben voltunk Porcupine Tree-n? Nem, 9. 9? Szerintem. 9, igen. Jó, mindegy. Ott melyik volt az a szám, amit újra kezdett a Wilson? Nem a normál volt, szerintem a... Azt hiszem akusztikus gitáros szám volt. Cheating on a polygraph, talán nem tudom. Nem tudom, de az a lényeg, hogy elindította a frontember a számot, és így beindult a zenekar, és így leállított az egész bandát, hogy hey, sorry, I missed it. De és így kész, előről kezdte, mert hogy ő nem volt hajlandó így rontott állapotában előadni a dalt. És azért mondjuk, tehát ez hát így gyakorlatilag sose lett volna vége a koncertnek, hogyha mindig újra kezdve. Akkor még mindig a tűnik a Tourist Midnight-nál, igen. De egyébként ez azért nagyban mutatja a kettő közötti különbséget, és ez nem jó vagy rosszról szól, hanem más a mentalitás. Nem, itt figyelj, mondjuk hozzá kell tenni, több dologról van szó, hogy azért az Iron Maiden mégiscsak x kurva sok ezer ember előtt játszott, fix időpontig tisztában vannak vele, hogy ott minden országból jöttek emberek, és nem lehet csak úgy tologatni a perceket. A Porcupine Tree-nél pedig mennyi voltunk? 200-an, és lehet, hogy sokat mondtam. Ebb is. Hát az majdnem teltházas pecsás koncert volt. Tehát az a belső tér az halad akkora, mint a nagyszobám, tehát hát mennyi? Ádám, oda ilyen 5000 ember biztosan befér. Ne hülyeskedjél, már hát hátra néztem, és kurvára üres volt már a fele az egésznek. Én nem tudom, mert én nem néztem hátra, de 200-nál biztos, hogy többen voltunk. De én folyamatosan hátra néztem, mert én mindig úgy nézek koncerteket, hogy hátra állok a zenekeknek. Úgyhogy bízd csak bennem, jó, rohadt kevesen voltak, és azért itt nem csak arról van szó, hogy most a Wilson azért állította volna le, mert magában nem volt megelégedve, vagy bármi, hanem ez egy ilyen puszta, olyan pozitív gesztus, amit így meghajlunk a közönség előtt, hogy köszönöm, hogy ebben a Magyarországon, ami bárhol is legyen, bárhol is van, bárhol is, ezért nem tart sehol a világba, ezen a kis x pici helyen, hogyha már eljött ez a kevés ember, akkor legalább nekik tisztelgek, és előről kezdem a számot, akárhol is tartok. Tehát itt nem arról van szó, hogy most ő magát akarta volna ott kijavítgatni, vagy annyira maximalista, hogy ő csak tökéletesen ad le számokat, hanem ez egy ilyen olyan dolog, amit megtehet, és meg is tett. Jó, ennyi. Lehet, nem tudom. Nem, erről lehet szó. Number of the Beast? Nem emlékszem rá. Semmi különös. Phantom of the Opera nagyon sokat ígért a három gitár miatt, igen. De végül a hangosítás ezt is elcseszte. Tényleg egyébként az jutott eszembe, bocsánat, hogy belefofáztam csak az, hogy valahogy ez a három gitáros dolog, ez annyira összefolyt, és nem tudom, hogy mi volt a... Nem értek hozzá, hogy hogyan alakulnak ki most ezek a hangok, de valamit nagyon elcsesztek, tehát a dob, meg az ének az tökéletesen lehet hallani, ezért is vettetek gondolom észre olyan sokszor, hogy a Nico az mennyit ront el. A Nikót az elején nagyon kirakták, tehát nagyon az zenekar előtt volt, és aztán... Egyébként úgy értem, hogy... Jajó, hangilag azt hittem, hogy... Darúba felmert. Igen, berakták a nézőtér közepére a Nikót. És aztán észrevették, hogy Nikó vagy beteg, vagy berúgott, vagy mit tudom én, aztán egyébként szépen visszavették az ő hangerejét. Mm. Szóval nem összefolyt nagyon az a basszus, meg a gitárok, tehát így nem tudtam igazán kivenni. Egy fix hangot hallottam, ami pengetős hangszer, és így jó, egy hang van, és ez.
Egyébként tehetségben segít sokat a három gitár, meg vannak ezek az ilyen dallamozós részek, amikor egy adott dallamenetet játszanak. Azt sokszor játsszák úgy egyébként, hogy, és ezek a felvételeken is úgy vannak, hogy pár hang eltéréssel talán három, vagy tercelnek, általában tercelnek. Tehát, hogy mondjuk három hang eltérésben játssza a két gitáros ugyanazt a dallamot. De ezeket a felvételeket ugyanúgy megritmusgitároz, tehát ugyanúgy van ritmusgitársával felvételeken, na itt ezt már koncerten is vissza tudják adni, itt van mondjuk egy részről a három gitár szerepe, meg a Janik, az nem csak tömöríti a hangzást, hanem időnként ilyen színező elemeket is belevisz, mint például az Aces High-ban csinált egy plusz felső futamot, és az annyira megdobja a nótát egyébként, tehát még egy ilyen, mint hogyha hallanád a repülőknek a sivítását így a levegőben, tehát egy valamilyen érzést kelt bennem egyébként. Uh-huh. Szóval tehát van szerepe, nem feltétlenül olyan számottevő a hatása, mint mondjuk egy gitárnak, mert ott ugye nyilván csak azt hallod, amit ő játszik. Itt sok esetben ugye hármójuk összhangzatán van a lényeg, de mindegyik gitárosnak megvan a szerepe ebben az egészben, tehát nagyon jól meghangszerelték ezeket a dalokat egyébként, szerintem. Fan to the Hills? Bocsánat, még a Phantom of Operáról annyit, hogy én nagyon, még hogyha nem is emlékszem rá, meg nem is volt annyira nagyon jó, de azért én nagyon jól éreztem magam közben, mert ez tényleg, ahogy egyébként mondta a Dickinson a 2005-ös felvételen, van egy ilyen koncertfelvétel, azt hiszem valahol Svédországban, hogy tényleg ez egy kicsit így az Iron Maidennek a beleje. Tehát ez így jó volt hallani élőben, még hogyha nem is a legjobb minőségben. Rántod a híz, ez nem az egyik kedvenc nótám, most itt élveztem. Wasted Years. Hatalmas nóta, tehát az nekem az egyik emblematikus dolog, és külön öröm, hogy ez az egyik kedvenc gitárosomhoz, az Adrian Smith-hez köthető, aki ezt a... melyik volt az a túra? A... Live After Death Tour után a kanadai hegyekben elzárva a helyi népzenei kultúrára alapozva írta meg ezt a dalt. Tehát ez egy hatalmas dolog. Tehát így, vicces volt, hogy így a turné után lenyomtak kb. Másfél éves turnét, és annyira megunták egymást, és szétmentek egy hónapra. És hát az Adrian az nem az a nagyon magamutogató fiú, úgyhogy ő elvonult a kanadai hegyekbe, és úgy leesett a hó, hogy nem tudott kimozdulni egy hónapig onnan. Úgyhogy ő ott össze volt zárva a helyekkel, aztán gitározgatott egy kicsit. Egyébként onnan, ebből az időszakból származik a Wasted Years is. Seventh Son? A közepe az lefosós volt, tehát már mint úgy lefostam a bokámat. Ja, ez volt az, amikor ilyen átment ilyen Pink Floydba? Uh-huh, az igen. Jó. Az volt a legjobb része az egész koncertnek, amikor ilyen 3 vagy inkább 5 percen keresztül ment valami cicerget rá a izét, Nikó, ütögette a izét, cint. A lábcint. És az akkor mondtam, hogy ezért megérte eljönni, az nagyon jó volt. Hát az igen, tehát hogy az egyébként jól szó felvételen is, de ugye az a jó az élő koncerteknek, hogy az atmoszféra, amit ez meg tud teremteni, az semmit nem ad vissza, és ez majd már egy picit csillagos része leugrok a borra, tehát hogy ott aztán ez még hatványozottabban működött. Jó, Clairvoyant, azt tudtam mi az. Ez egy dolog. Azt jelenti, vagy adó, hogy fekete pákó. Egy Maiden rajongót megnyilvánulását hallottuk. Yeah. Szóval ez egy dal egyébként, hiszem. Ja. A szemben. Ez egy dal volt? Igen. Azt hittem, hogy a Nikónak a vezeték neve. De Clairvoyant Nikó. Tehát ez egy dal? Igen, egyébként a Seven Sun-on van rajta. Uh-huh. Fear of the Dark. Jó volt. Nem lehet elcsöszni.
és jó hangulatot csinált nagyon, tehát ott az, a közönség ott nagyon, hát ez... előtte is, de ott aztán tényleg nagyon azt feloldódott. Mondom, ott volt a legolcsóbb a sör. Igen. Igen. Nem, mert ezt nem lehet elcseszni, tehát ott tényleg az annyira ismeri mindenki azt a számot, hogy tényleg ilyen birka mód mindenki akkor elkezdett tudni. De azért is ennyire jó, és érdekes mód az egyik furcsaság szerintem a zenetörténelemben, hogy nekem, vagy szerintem az a stúdió felvétel a szar. Igen. Konkrétan. És az élőben pedig mindig jó. Tehát a Fear of the Dark, az, mint a Two Minutes to Midnight, rettentő muzikális, egyébként zeneileg elég összetett, és nagyon-nagyon jól szólal meg. Tehát hatalmas hangulatot tud csinálni, és nagyon jó sót kerítettek közé. Tehát ugye igen, az emberek tudják a szöveget, sötét van az elején, kicsit öngyújtózzunk, meg Fear of the Dark, fear. Ilyen nagyon-nagyon jó hangulata van. Ja, hát ez működött is. Iron Maiden, jó hát volt. Ez szokásos elköszönés. Igen, akkor jön az Észak-Szakára, már volt szó. Ott megőrültem. Igen, The Evil That Men Do. Úgy szintén Seven Sun-os dal. Ja, jó, oké. Okay. Running Free, hát nem tudom miért ezeket befejezni, szerintem ez annyira nem erős szám, hogy... Egyébként az általános befejezés, ja, ez ugye első albumos dal, és ez régóta használják ezt befejezésként. Meg itt ugye énekeltetik a közönséget rendesen, tehát azért beduplázták az egész számnak a hosszát. Igen, pontosan. Hát, bár nekem nem tetszett, tehát nem... Egyébként nem muzikális dal, tehát... Ritkán hallani egyébként olyat, hogy slágert csinálnak ilyen, tehát hogy mondjam, vagy én kevés ilyen triolás dalból hallottam ekkora a slágert, mint mondjuk adott esetben a Running Free, de ilyen egyébként a Blood Brothers és a többi, tehát hogy amikor, ahol... ahol tehát nem a megszokott négynegyedes, mit tudom én, tehát hogy ez nem ilyen általános, hanem van egy kis ugye a páratlan jellegű dobolásból, illetve zenélésből fakadó plusz az egésznek. Minden tudás egyetemét hallották. Jó, igen. Semmi gond. Akkor így összességében nem volt egy túl acélos koncert. Úgyhogy szerintem, igen. De azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként tehát engem a tömeglátvány az mindig ugye, bár nem szeretek velük érintkezni, de látni jó, és most így, hogy így egyébként gyakorlatilag a kakasülő legtetején voltunk, így látni nekem ez tök zsír volt. A színpad az legalább 6-szor felrobbant, és hatalmas látványelemek voltak. A Dickinson szerintem egyébként jó volt, jól énekelt. Sajnáltam egyébként az Infinite Dreams-t, azt ő mondta, hogy nem vállalja be, mert nem volt benne biztos, hogy mindig ugyanúgy el tudná énekelni. Ami szintén egyébként Seven Sun-os dal. De egyébként ő jó volt. Jó volt őket látni, már amennyire láttam, mert azért a látásom nem a legtökéletesebb, és azért nem voltak közel. Ezt azért így mondanám. De egyébként jó volt, tehát maga az atmoszféra, jó volt egy légtérben lenni velük, jó volt ezt egy kicsit így megélni, mert ki tudja, hogy még ezt meddig tehetjük. Tehát azért lehet, hogy ez nem volt minden idők koncertje, de akkor is azért én azt gondolom, hogy azért, tehát én így nem biztos, hogy merném egy lapon vagy említeni bizonyos előadókkal. Itt most tudatosan nem akarok nagyon neveket mondani, de akár mai magyar popkultúra vezető alakjaira, vagy akár nemzetközi szinten is. Tehát ugye a Nico McBrain az a legszarabb napján is szerintem sokkal jobban dobol, mint... És itt most tudatosan nem akarok neveket mondani, mert nem akarok senkit sem megsérteni. De hogy ezzel azért legyünk tisztában, hogy lehet, hogy ez egy szar koncert volt, idézőjelben, de azért még ezzel együtt is sokkal inkább élvezhető, mint... És itt most tudatosan nem mondok neveket. Igen. Jó, hát most... Ennyi most... Pedig én annyira én kíváncsi lennék, hogy... Most akkor már... Mindegy. Nem. De... Na, Kuba Firolóba, amelyik nyer... Megmaradt 25 rajongónkat is. Na jó, van, akkor lépjünk tovább szerintem, így is... Én tudom, kire gondoltál. Majd Lóri, akkor majd adás után légy szíves. Jó. Lerendezzük a sikátor meg a hóba.
Vol. Ég és föld különbség lesz. Sajnos. Igen. Át is adom a szót, most nem. Én kicsit a háttérbe vonulok. Mert én a, is, hát hallottam régen az albumot, a filmet nem láttam, elvileg az is egész jó. Van egy rajzfilm is, én úgy tudom. Tényleg? Ádám, van rajzfilm és film? Hát a Wall-E, nem? Fázz meg. Igen, Babe a folytatás. De... Kikacsol a mikrofon, de... Tehát, ugye ez a Pink Floyd album volt, de most a Roger Waters írta, vagy nem tudom, nem akarok baromságot mondani, az olyan, hogy a Roger Waters... Roger. Roger. De miért úgy írta? Roger Waters a kreatív atya ennek a albumnak, és akkor ő így szólóba koncertezik ezzel, nagy látványshow, vendégzenészek kell. Tehát ugye ez nagyjából ez a lényeg, és akkor most így akkor voltak a Puskásba is, és akkor milyen volt? Én Ádámot szeretném először hallani az ügyben. Kicsit vezess hát el minket. Nem fogom az egészet ledarálni, meg semmi ilyesmi, szóval augusztus 25-én voltunk Lórival külön, mert úgy alakult, hogy ő az utolsó pillanatban be tudott ugrani, aminek nagyon örültem, meg SMS-ezgettünk, amikor láttam, hogy ment a budira. Igen. Én fent ültem a karzaton, pont az egész színpaddal szemben, ő pedig lent a hatalmas nagy pogó közönség kellős közepén. Igen. Ugye hát ez köztudott, hogy a Pink Floydnál mindenki pogózni szokott, még aki ül az is, és székeket dobálnak az emberek. Két nyíltörést szereztem. Igen, igen, szóval meg volt ez a hangulat. Baromi sokan voltak ebben a Puskás stadionban, ugye a felső karzatot azt nem nyitják meg, mert hát mint hogyha 56-ban robbantották volna fel, és 40 aktavetőt lőttek volna rá, úgy néz ki, ezért nem nyitják meg, pedig oda is szerintem befértek volna simán az emberek, mert tényleg tele volt, csak az oldalsó részekre nem ültek be, mert ott azért elég hülyén nézett volna ki. Úgy kell elképzelni az egészet, hogy mint hogyha egy, nem is tudom, egy színházhoz vagy operához tudnám hasonlítani ezt a... Most nem arról van szó, hogy beöltözött a Roger Waters egy ilyen pufajkás 14. századi női ruhába, és ott operázgatni. Nem, csak náci katonának öltözött be, tehát igen. Igen, úgyhogy az a legfontosabb, hogy a színpad az szerintem egy ilyen 150 méter biztos, hogy volt. Olyan nem volt annyi? Nem tudom. Hát figyelj, maga a futballpálya keresztbe az mondjuk így ilyen 45-50 méter, és akkor ahhoz képest, hát hogyha most tényleg a legszélétől a legszéléig, akkor talán lehet 100 méter egyébként. Jó, hát ebben most fos voltam, bocsánat. De nem tudom, ez most csak így szemre, de azért a 150 nekem soknak tűnik. Jó. Lehet, hogy a 150 az a focipályának a hossza, mondjuk. Hát az már sok, tehát azt hiszem a FIFA-nak a licensz az ilyen 90-valahány métertől 130-ig terjedt, azt hiszem valahogy így van. Jó, hát akkor... És a szélesség az pedig ilyen 30-35 métertől 50-ig, valahogy így. Aha, nem baj, ezt a bűvös 150-et most már megtartogatom magamnak, aztán valahova becsempészem, jó, hogy valahova passzoljon. Szóval úgy néz ki, hogy a koncertnek a színpadán végig volt húzva egy hatalmas nagy fal, ami kivetítőként szolgált, kicsi kis brikkekből, tégladarabokból volt fehér, volt mindegyik, és középen volt ugye az együttes, és az a rész még nem volt felépítve teljesen, tehát ott kicsit omladozva a közepén látszott ugye a zenekar, oldalt fel volt épülve, és úgy nézett ki, hogy ahogy jöttek a számok, különböző sötétítések, akkor a klippek a kivetítve a falra, jobb oldalt meg bal oldalt, és középen a zenészeknél pedig mögöttük volt egy hatalmas nagy kör alakú kivetítő, jobbra meg balra, amellett ott hátul pedig a bábuknak a helyei, amiket párszor alkalmaztak, és ahogy jöttek a számok, sötétítés meg minden, úgy egyre inkább épült be a fal.
Na de az azért nézett ki úgy, mert maga a fal, az kicsit így történelmi hátterét nézve, még a Pink Floyd készítette ezt el 1979-ben, amikor még együtt voltak mind a négyen, majd amikor volt a szétosztás, akkor Roger Waters magáénak betudta ezt, mert ő volt végül is ennek a kiagyalója, és azóta ő ezzel szólózik különböző ismert, meg ismeretlenebb zenészekkel, például a fiával, ő volt a rasszahajú szint is, meg még nem tudom, nem ismerem igazából őket, akikkel együtt koncertezik, tehát ilyen idősebb korosztálya a banda többi része, és hát óriási előadást nyomtak. Mióta is szerintem egy ilyen 4 éve biztos, hogy koncertezik ezzel a fallal. Azt tudom, hogy 2009-ben voltam, meg 2011-ben is, vagy akkor csak faterom, és hát mindig hozta azt a várt színvonalat, mint amit elvárunk. Lehetett hallani egyébként a Waters-nak a hangján, hogy már azért ő is mennyi, 71 vagy 73 éves, nem tudom. Marha öreg már, és a hangja kicsit megkapott, de minden egyes apró pillanata látszik benne az, hogy amikor kiötlötte ezt az egész falat, hogy még mindig benne van az a varázs, meg még mindig hisz ebben, és ez a fal a több fajta szimbolikával is bír, mint például a körülöttünk levő fal, ami gátol minket abban, hogy kiszakadjunk úgymond a valóságban, amit elérhetnénk. Bármilyen olyan határt, vagy ilyesmit elképzelhetünk ebben a falon belül, hogy mit tudom én, rossz neveléstől kezdve a rossz társaság, amiben belekeveredtünk, akkor valami fajta függőség, vagy akármi ilyesmi. És még esetleg, hogyha valaki a berlini falra is gondolta, a Waters, illetve most az Izrael-Irak, vagy hülye vagyok, Izrael-Palesztina közti hatalmas fal miatt is énekelte ezt, mert ugye ott van az, hogy nem engedik be az embereket ide meg oda, és ott csinálta például azt, hogy elment oda. Izraelből egyébként kiutálták, és ott nem koncertezhet, mert beadta az egész koncertnek a forgatókönyvét, hogy ez hogy néz ki, és azt mondták ott, hogy köszönjük szépen, akkor takarodjál el, te mocskos fasiszta, és közben rohadtul nem erről van szó, igazából csak szabadságot szeretne az embereknek nyújtani, az ügyben, hogy kicsit nyissuk ki a szemünket afelé, hogy például egy iraki háború az nem csak arról szól, hogy kimegy a tökös amerikai és szétlő mindent, aztán hazamegy, és ő a szuperkirály, hanem ott bizony családok esnek szét, gyerekek, asszonyok halnak meg, amerikai katonák, iraki katonák halnak meg, és hogy ez az álpropaganda, baromság, hogy minden iraki terrorista, meg ilyen alpári, totál egysíkú gondolkodás, amik szépen lassan kialakultak a köztudatban a különböző játékok alapján, filmek alapján, hogy nem mernek egyet se bemutatni iraki oldalról, vagy bármi ilyesmi, de világháborúban ugyanez, hogy a gonosz nácik, gonosz terroristák, nagyjából az egész lakosságnak, ha sokat mondok, ha azt mondom, hogy 5%-a olyan, aki tényleg robbantgatna bárhol, de hogy úgy lerohanna egy egész országot, hogy minden szóval a falban, amikor a klippeket mutatták, akkor ott, és ott se egy csíkú, ahogy szegény irakiak, még mit tudom én mi, hanem a szegény amerikaiak is, akiket oda kiküldtek úgy, hogy ő hazájáért szolgál, kormány azt mondta, hogy jó, nekem kell az olaj, nyírjátok ki Irakot, hogy később legyen nekünk is olajunk, miközben Texasban több millió liternyi tartalékolaj van, de azért nekünk kell, pont az egy ilyen pucs alapján, tök mindegy, mint a World Trade Center, mindegy, kimentek oda, és a Waters pedig ez ellen tesz, hogy kicsit gondoljunk abba bele, hogy nem minden igaz, amit a média által kapunk. Hatásvadász volt egyébként a koncert, tehát, de jól sült el, és ezt úgy kell elképzelni, hogy miközben mennek a számok, és nem fogom itt egyesével kielemezgetni őket, mert bár szeretem, meghallgatgatom, de konkrétan nem fog tudni most így visszaemlékezni, hogy most melyik micsoda. Azért nem egyszer fordult ott elő, hogy a számnak a végső kiteljesedésénél
egy olyan felvételt rakott be, ahol a amerikai katona x évig szolgált, és a kislányt vették fel, a kislányát, aki otthon várta, és az első pillanata, amikor több év után az édesapját meglátja, és hogy akkor milyen öröm tárul elé, és hogy mennyire lesz boldog, és marha megható volt, illetve különböző képekkel mutatták be azt, hogy kik hunytak el a 3 éves gyerektől kezdve a 20-akárhány éves, 40-akárhány éves amerikai vagy iraki tisztig, bezárólag minden, a II. Világháborúban szint úgy, hogy ott nem csak arról van szó, hogy a tökös a kigyúrt amerikai szarrálövi Berlint, meg milyen király, hanem ott azért fordítva ugyanúgy működtek a dolgok. Természetesen el kell ítélni, hogyha van egy ilyen önkényuralmi rendszer, de nem szabad egysikúan gondolkodni, hogy akkor ők most nácik, meg hogy akkor most az összes amerikai hülye. Tehát ez nem így működik, és a Waters nagyon megható és zseniális képekkel. Tehát az a durva, hogy ezt látni kell. Ezt nem lehet igazán ezt elmagyarázni úgy, hogy akkor az ember azt mondja, hogy ez tényleg jó lehet, de sajnos el kell menni, ezt meg kell tapasztalni, mert nekem tényleg könyvbe lápadt a szemem több szám alapján is, amiket ott, ahogy rettenetesen párhuzamba volt a kép meg a hang, tehát ezt nem tudom, hogy lehet máshogy elérni, soha nem tudnék máshogy elképzelni. Annyira profi volt, meg csodálatosan volt megkomponálva minden egyes dal, meg klip, hogy ott óriás kivetítőn azokon a falon, hogy ahogy ott kivetült az egész, mindegy, szóval eszméletlen jó volt a koncert felépítése, és ezzel átadom utána Lórinak azt mondta, hogy csak én dumáljak. Úgy nézett ki, hogy a fal az maga micsoda, hogy épül fel a fal egy ember körül. Hogy épül fel a fal, mi ez a fal, mi van a falon belül, a falon kívül, hogy dől szét a fal, és hogy mi van a falon túl, tehát a fal utáni élet. És marha jó volt, mert 2,5 órás, vagy majdnem 3 órás koncert volt. Életem egyik legnagyobb élménye, zseniális. És még hogyha valakinek meghoznánk a kedvét, akkor mondom, hogy mikor is lesz. Most mennyi? Szeptember 5 van. Hát még Hollandiában, Svájcban, Angliában, 2 Írországban és Franciaországban lesznek még koncertek. Volt ez sajnos, ezzel fejezi be, bár volt még korábban egy ilyen visszavonulós turnéja, amikor azt mondta, hogy ezzel vége, mert tényleg már nagyon idős és nem bírja tovább, de ez most úgy néz ki, hogy tényleg a végleges lesz. Úgyhogy hát méltóan elbúcsúzott Magyarországtól ezzel a koncerttel, úgyhogy minden kalapomat megemelem előtte. Mert ilyen zenészekre lenne szüksége, aki tényleg olyasmit ad az embereknek, amit tovább tud magával vinni az életben. És olyan pozitív, nem manipulatív gondolatokat ad, amik alapján tudunk még tovább fejlődni a hétköznapokban, vagy a hétköznapi gondolkodásokban. Ennyi. Jó, akkor én is elmondanék pár gondolatot. A Pink Floydról, meg a Warról, tehát körül a téma körül indulnék el. Tehát a Pink Floyd az nekem sokáig ilyen, hát jó, van ilyen is dolog volt. Van, idővel kialakult az, hogy van 2 album, amit így szeretek tőlük, azokat hallgatgatom időnként. Ez a Dark Side of the Moon, meg a Wish You Were Here volt, és volt egyszer végig, szó szerint szenvedtem, mert nem tetszett a felvétel. Nagyon, tehát én nem vagyok ellene a régi felvételeknek, de ez nekem nagyon régi volt, meg értelmezhetetlen. És nagyon kalandos volt ez a történet, ahogy én egyébként eljutottam erre a koncertre, mert ez egy vasárnapi nap volt, és vasárnap reggel nagybátyám fölhívott, hogy de figyelj, van egy plusz jegyem erre a Roger Waters koncertre, akkor még nem is tudtam, hogy a Volt fogja játszani, és így mondta, hogy hát nincs-e kedvem eljönni. Hát mondtam, hogy jó, menjünk el. Tehát így igazából talán az vezérelt el, hogy
hogy Watersnek mégis van egy neve, tehát hogy így lássuk, hogy mit tud a medve. És hát aznap már így elkezdtem, amennyi időm volt kicsit készülődni így a koncertet, tehát belehallgattam ugye a Wall-ba, néztem felvételeket, és a többi, és a többi. Nem tűnt rossznak, de meglehetősen laikus, tehát mármint hogy nem laikusként, hanem tehát hogy így az se jó szó egy kritikusként, tehát úgy mentem oda, hogy hát jó, majd ez most lesz valamilyen, és akkor majd ennyi, tehát hogy látjuk majd ezt is, és akkor milyen jó lesz elmondani. És egyébként meglepő volt, tehát nem érkeztünk nagyon korán, ilyen 7-4-8 körül, és 3-4-8-ra volt beígérve a koncert, ami egyébként késett legalább fél órát, és nagyon-nagyon kevesen voltak. Ekkor még kicsit be voltam tojva, hogy mi lesz ennek így a vége. De egyébként nem volt akkora ordinári nagy teltház, mint ahogy Ádám be harangozta, tehát az ülőhelyek valóban tele voltak. Hát a szélső részek azok üresek voltak, most a lenti rész, ahol dühöngedik vannak, ott azért volt az óriási nagy bázis, ahonnan kivetítették az egészet. Igen, én azt értem, de tehát nyilván nullszögben nem raknak embert. A mögé senki nem megy. De nullszögben nem fognak berakni embert, mert annak tényleg nincs értelme. Azon kívül, tehát hogy az ülőhelyek azok gyakorlatilag tele voltak valóban, de az állóhelyekre bőven fért volna még ember szerintem. Tehát mi ott roppant szellősen álltunk. Mm. És... De mondjuk azért ez a, nem tudom, én például úgy álltam hozzá, hogy Wall-ra nem nagyon megyek el ülőhelyre, vagy állóhelyre. Tehát azért ez olyan, hogy így le kell ülni, és így fel kell dolgozni. Nekem állva nem igazán menne. Nekem jobban megérte állni, és majd kitérek, hogy miért egyébként rá. Csak még, hogy egy kicsit felvezessem a dolgot. Nagyon tetszett az, hogy előtte ilyen, hát most ez hülye szó lesz, és erősen idézőjelbe értse mindenki, gyakorlatilag egy ilyen retro diszkót kaptunk az elején, egy elég jó kis válogatást az ilyen minimum 2 évtizeddel ezelőtti zenékből, és hibátlan számok csendültek föl. Többségét egyébként ismertem, de voltak olyanok, amiket nem, és megint megbizonyosodtam arról, hogy a könnyűzenei kultúrának ez a 60-as, 70-es, 80-as évekbeli időszaka az egy olyan tárháza ennek a zenei időszaknak, ahol rengeteg gyöngyszem található, és rengeteg még általán felfedezetlen gyöngyszem. Érdemes egyébként akár a pop zenékbe is belemászni, hiszen ott abszolút másról szólt az egész pop zene, mint ma. És ugye vártuk a koncertet, késett legalább fél órát. Maga a kezdés az olyan volt, hogy én pont sörére álltam sorba, úgyhogy oldalról láttam magát a nyitányt, ami nagyon látványos volt és nagyon jó, tehát azt kell képzelni, hogy kb. Felrobbant a színpad, rengeteg tűzijáték, fényeffekt és a többi, de nagyon jól szólt. Amikor felvételről hallottam, akkor már feltűnt, hogy meglepően rokkos a hangzása a Pink Floydnak, tehát így egy 2011-es felvételt néztem, azt hiszem, és meglepően rokkos volt, tehát a dobok is igen, nagyon karcosak voltak, tehát a tamok azok igen ütöttek, és itt aztán ez még hatványozottabban kijött ugye élőben. És mondtam, hogy hú, ennek van teste ennek a dolognak. Ugye jött a Waters, előadta a nyitányt, tehát ott beöltözött egy náci tisztnek, vagy katonának, vagy nem tudom pontosan kinek, és ott nyomta a vakert, és aztán elindult az első pár dal, majd érkezett ugye az emblematikus Another Brick in the Wall című szám, ahol behoztak egyébként egy ilyen, azt a nagy figurát, ami ott benne van a klipben is, az nagyon tetszett nekem, és nagyon jó szólt, nagyon jó volt a szám, és utána volt egy rövid megállás. Ott iszonyatosan szívbemarkoló volt az, hogy ez a figura körülbelül 10 mondatot elmondott magyarul, és nem annyit mondott, hogy sziasztok, örülök, hogy látlak titeket, hanem elmondta, hogy mit akar ezzel közvetíteni, miért van itt, és a többi, és a többi, és mindezt a mi nyelvünkön. Igen, hogy mindenkinek küldöm ezt a számot,
és ezúttal emlékezünk meg az államterrorizmus igen. minden áldozatának az egész világon. Igen, igen. Egész világban. És ezt így magyarul úgy, ahogy van, meg még ezen kívül több bővített mondatot is mondott. Így van. És ez nem csak szívben markoló volt, hogy valaki ennyire alázattal kezeli magát a zenélést, hanem hogy tényleg ez így, nem, ez az előző mondat az ült, tehát hogy ennyire alázattal kezeli a zenélést, hogy tehát lehet, hogy évtizedek óta sztár és neve van és mit tenni, de most is ugyanúgy törődik azzal, hogy ez jelentsen is valamit, tehát nem eljön és kifossa magából a sót, és akkor örüljetek köcsögök, hogy 10 000-ekért itt voltatok, meg mit tudom én. Igen, de hogy... Meg hát a mai zenészeknek a rohadt sok százaléka. Igen, tehát hogy mondjuk egy... Oda megy, aztán a Viva, szerintem ezzel nem fog senkit sem megbántani, mert azok az emberek, akikre beszélni fogok, azok nagyon el fognak minket kerülni, szóval soha nem fogok ilyet hallgatni, hogy a Viva Kometen, ahol fellép legalább tudom én, 10 vagy 9 előadó, köztük a tankcsapdával együtt, tehát az nem tudom, mi az Isten keresett ott, nem mint hogyha akkor a nagy fanboy lennék, de mindegy, ott, hogy ilyen 3000 forintért 9 előadó, és nem is a pénzre van szó, hanem ez a minőségtelen dolog, hogy oda megy és szarért, úgy ért, és megkap 3 számot, és akkor tényleg, ahogy Dóri mondta, hogy örüljél köcsök, tessék, itt van, és akkor bulizz egy nagyot a Viva Kometen, he-he, és hogy te ég és föld a kettőnek a különbsége, ennyi, aztán majd még kiegészítem magamat, mert jutnak eszembe dolgok, amiket kifelejtettem. Persze, egyébként, tehát egy rövid zárójeles részt ide azért beszúrnék, tehát hogy nem feltétlenül erre értve, de hogy erre is szükség van. Tehát hogy azért ez olyan, mint hogy nem csak dráma kategóriai filmeket nézünk, hanem nézünk időnként vígjátékokat is, meg mit tett, hogy értetted, hogy másra is szükség van. Ez egy dráma volt gyakorlatilag. Hát nem tudom, nekem nem tetszik annyira ez a hasonlat, de majd gondolkodok valami jobban. Csak az a baj, hogy ez a két műfaj, ez egyáltalán nem összehasonlítható, mint a filmben a dráma meg az akció. Tehát jó, de én most, tehát én ugyanúgy jól tudom magam érezni egy Skapi koncerten, ahol egyébként részint hasonló. De most nem a Skapiról beszéltem, én most a Viva Kometről beszéltem. Tudom, de én sem a Komethez mondtam, csak hogy nem, tehát hogy nem feltétlenül csak egy ilyen Waters jellegű, nagy, epikus show. Nem azt mondtam, én csak annyit mondtam, hogy a két csúcspont, a legfelső, meg a legalsó ja, csúcspont. Ja, jó, ja, ezt így értem, tehát én most, persze. Tehát... Érted, nem azt mondtam, hogy most szar a Skapi, meg szar, hogy tudom én, a Green Day, vagy bármi ilyesmi, hanem az agyament semmi értelme nincs. Persze. Nek. Tehát jó, nem a... Jó. Hát ezen a ízlésedet aláztam le, hanem... Jó. A Viva Comet, tehát gondolom aztán azért nem mentél volna el oda szívesen, meg nem bántottalak még benne. Nem. Bár mondjuk egy jó kis Wiley-ra bulisztam volna, de... Az jó, igen, a Anglia sztárja, igen, a Wiley. Igen. Meg a Pink Floyd, Plink. Igen. Na, szóval visszatérve a koncertre. Ugye ott volt egy ilyen kis magyar monológ, ami nekem nagyon tetszett, nagyon aranyos volt, és aztán a végén megkérdezte, hogy ti tényleg minden nap ezen a nyelven beszéltek, ez nagyon aranyos volt. És nagyon jók voltak ezek a kivetítések, ugye onnantól kezdve elindultak a számok, onnantól kezdve már nem volt nagyon felkonf, sőt, tehát hogy a felkonfok azok maguk egyébként, ha jól emlékszem, az albumon lévő szövegek voltak, tehát gyakorlatilag ez egy mondjuk úgy rock opera volt. Szépen épült a fal, gyönyörű képekkel voltunk, egyébként eléggé konkrét volt időnként az üzenet, tehát mit tudom, ilyen a Coca-Cola betűstílusával ki volt írva, hogy kapitalizm and szóval, tehát, hogy így... Igen, de tehát nem akart ez nagyon izé... Nem akart minden izében egyébként árnyalt lenni ez a kép, amit ő közvetített, viszont voltak árnyalt részei is a amikor lekapcsolták a lámpát. Jaj, köszönjük Na, szépen. Lehet, inkább megyek vissza aludni. Igen, tehát amikor két mondatot mondok, hogy hülyeséget szegény. Jó, bocsánat. Szóval, hogy tehát, szépen épült a fal, nagyon jók voltak a számok, rettentően mai volt a hangzás, tehát hihetetlenül tudtam élvezni. Annyira
annyira benne volt az élő hangulat, de a muzikalitás, a precizitás nagyon jó, hihetetlenül összerakott volt a show. A látvány az olyan volt, egyébként a koncert egyetlen negatívumának a látványt jelölném meg olyan szempontból, hogy mivel én nem hallgattam rongyossá volt, ezért időnként elvitte a figyelmemet maga a látványvilág. Ugye ez annak jó, aki már színnél hallgatta, és így is tudja élvezni, tehát hogy nem csak a megszokott 56 ezer szervéig hallgatott lemezt hallom újra, hanem kapok érte pluszt, de nekem időnként néha nehéz volt ugye elkülöníteni a kettőt, hogy annyira jól szól az a zene, de a közben a látványvilág is, meg a kivetített képek üzenete is annyira foglalkoztatott, hogy néha egyszer nem tudtam már mire figyelni. De egyébként... Ebben egyetértek, tehát annyira csúcs minőségű volt az egész. Nekem a másik negatívum az csak az, hogy ezt a magyar technikusok cseszhették el szerintem, hogy el volt csúszva egy másodperccel a nagy kivetítő, mint az élő kép. Tehát ott csúszott hang, és olyan, mintha playbackről énekelt volna a Waters. Aha. Persze erről szó sincs, csak ott csúszott egyszerűen, és ezt a 10 perc vagy negyed órás szünetben se tudták megcsinálni. De hát nem is az volt a lényeg, meg nem mutatták olyan sokszor azt a nagy kivetítőt. Persze. De egyébként nekem nagyon tetszett, hogy például ritkán használták ezt a normális fehér megvilágítást, hanem például volt, hogy rengeteg ilyen piros háttérben volt, piros lámpákkal világították meg, és ezt ahogy a fehér falra az éjszakai sötétben kirakják, hihetetlenül ilyen, nem tudom, nem tudom leírni, amit én ott láttam, de hogy tehát ilyen nagyon, nagyon szép volt az a látvány. Mm. Ugye egy ilyen, gyakorlatilag piros volt az egész színpad. Igen. Sokszor. Igen. És nagyon ötletesek voltak a kivetítések, egyetlen egy példát említenék, emblematikus szerintem. Volt a Mother című szám, ugye a refrénben nagyjából arról van szó, hogy anyuka megmondja, hogy mit vegyél föl, mit gondoljál, mit csináljál, mit tudom én, és közben ment egy ilyen nagy térfigyelő kamera a kör alakú felső kivetítőn. És oldalt volt egy kiírás, hogy The Big Brother is watching you. És a BO az egy piros keresztel át volt húzva, egy ilyen X-el, és egy nagy M betű fölé írva. Tehát, hogy egy ilyen apró kreatív dolgokkal, ugye, tehát, hogy belerakták ugye a Mother, tehát, hogy The Big Mother is Watching. Igen. Ugye, tehát, hogy ilyen apró kreatív dolgokkal folyamatosan operálva a koncert elsőtől az utolsó pillanatáig, megállás nélkül ilyenekkel bombáztak minket. Nagyon tetszett, ugye, hogy folyamatosan építik a falat, és az első gyakorlatilag felvonás vége az volt, hogy egy goodbye felkiáltásra betolták az utolsó téglát a falba, akkor következett egy ilyen intermission rész, amikor egyébként ugye láttál engem, hogy elmegyek WC-re. Igen. És akkor, hogyha jól gondolom, akkor az ilyen önkényuralmi rendszerek áldozatait vetítették egyébként ki a falra, ugye? Jól értelmeztem. Így van. És ez körülbelül egy negyed órás szünet volt, egyébként jó zenei aláfestés is volt, és akkor aztán új erővel folytatódott a koncert. Ugye jól emlékszem arra, hogy először gyakorlatilag a fal mögött maradtak. Persze. Ugye? Hát ott maradt a zenekar, az ott maradt, amikor visszatértek, akkor is a zenekar hát mögött ezen élt, és úgy is tökéletesen meg volt csinálva. Igen, tehát a hangzás. Hihetetlenül jó. Akkor volt ugye, hogy felvitték a szóló gitárost a francba. Igen, de előtte még kijött, azt nem tudom, vagy a Waters, vagy valaki még kijött a fal elé. De nekem igen, volt egy ilyen kis átjáró, ahol ki tudott jönni, mert az nem kettő vagy három ilyen téglából állt, hanem az egy beépített ajtó volt, amit nem vettél észre, basszus, hogy az ott lenne. De kemény. Hát amikor ott énekelt abban a szobában, az is úgy volt kialakítva az a falnak a része, hogy levették a lapot, és abból egy ilyen kis rámpa lett, amivel lesétált a színpadra, és a belső építése az pedig a szoba volt, ahol ott ült a kandallók mellett, a kis gramofonja mellett, és ott énekelt, hogy milyen jó a falon belül, mert van egy 3 négyzetméteres szobám, és nekem ott tökéletes az életem. Hát az úgy volt kialakítva, hogy mögötte egy konkrét szoba volt a fal mögött, a bal oldalt. De kemény, ez így nem esetlen nekem, hogy ezt így hogy csinálták meg.
Na mindegy, de nagyon jó volt. És akkor tényleg így szépen fokozatosan egyébként szivárogtak ki a zenészek. A dobost nem tudom, hogy vitték ki, tehát mert a végén már ő is ott volt, nem? Igen. Tehát az ő nem... végül a falat lerombolták, és akkor úgy voltak ott. Nem, tehát, nem akkor, a dobos nem, már kim volt akkor is, mikor a fal állt, nem? Tehát még a fal állt. Nem, mert akkor a hely nincs, ott pont annyi hely volt, hogy a Waters tudja mozogni, sétálni, meg ugrálni. De kim voltak a többiek is, nem? Lerombolták a falat, nem, vagy akkor azt úgy csinálták meg, hogy átvetítették a falat, és úgy látszódhatott a tehát, mint hogyha semmi is lenne, ott nem volt a falnak a fizikális létét megszüntették azzal, hogy átvetítettek rajta, és ott voltak a zenész. Hát lehet, hogy akkor másfajta elemből álltak, vagy másfajta elemek voltak ott középen. Jó. És akkor úgy azt a végén a lerombolásnál pedig már megint ott voltak, de arról is szó lehet, hogy esetleg ilyen kocsi volt egész végig alattuk, amivel ki meg betolták őket. Tehát igazából itt nem lehet eldönteni pontosan. Mindegy, a lényeg az, hogy fokozatosan ugye érkeztek ki a zenészek, elérkeztünk a fal lerombolásig és a végső katarzisig, de még előtte ugye, tehát volt a koncertnek szerintem az volt az egyik nagyon nagy csúcspontja, amikor először azt hiszem kijött ugye a fal elé a Waters, és aztán őt énekelt egy kicsit, aztán fönt énekelt valaki, akkor azt hittem, hogy az is a Waters, de nem. Hanem ott fölmászott valaki, és akkor utána átkapcsoltak, és egyébként képzeljük el, hogy a fal tetején legalább egy ilyen 10-15 méteres magasságban, valamilyen rámpán ott énekel a csávon, és aztán átmegy a reflektor a szólógitárosra, és ott akkora gitár szólót lenyomott, hogy én nem hiszem el, tehát a tátott szája által, mint egy kisgyerek, hogy hihetetlen, tehát egyszerűen levitte a hangzás a fejemet, konkrétan nem tudom szavakba önteni, hogy mit éltem át egyébként a koncert alatt. Mindezt úgy, visszaugorva az elejére, hogy gyakorlatilag nekem ez az anyag annyira nem is tetszett. Tehát hihetetlenül durván ütött nálam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megható volt az, hogy maga az üzenet is, a képek is, a show is, de az, hogy ők ilyen energiával játszottak azon a napon, ez nekem nagyon szimpatikus volt, és nagyon tetszett. És nagyon hálás vagyok azért, hogy ott lehettem ezen a napon, mert ez nekem abszolút egy ilyen mérföldkőnek számít, sőt, gyakorlatilag életem koncertjei között tartom számon ezt az eseményt. Úgyhogy mindenféleképpen ajánlom, hogyha valakinek még van lehetősége, hogy menjen el, hogy elmenjen, az nézze meg. És egyetlen egy dolgot még mindenféleképpen kiemelnék, ami nagyon tetszett. Gyakorlatilag csináltak egy élő Dolby Surround hangzást, mert nem csak a színpadon voltak hangfalak, hanem körbe az egész arénában. És mondjuk én ezért jobban örültem az állóhelynek, de egyébként biztos, hogy az ülőhelyeken is jól szólt. De hogy... Nálunk körbe volt rakva az egész, tehát fölött mindenhol olyan volt tényleg, mint amit mondtál, hogy voltak ezek a nevetések, ilyen elmebeteg nevetés a falon belül, meg gyerek nevetések, akkor bombázás, és azokat mi körbe hallottuk az egész szint. Ja, tehát a szektorok is körbe voltak? Volt. Így van. Az volt, hogy itt ott így nevet valaki, és idézem, hogy ki a szar nevetek. Igen, én nevettem. Is. Tökre felhúztam magammal, hogy mi most mit nevettek, hülyek? igen. Szóval... Eltelt egy kis időben, mire rájöttem, hogy gyakorlatilag jól átvertek a hangmérnökök. igen. Úgyhogy hát erről volt szó, meg hát nem is beszélve arról, hogy ugye a malac, a repülő malac, amiből egy darabot tudtál szedni, egyértelmű, hogy az annak kellett lennie, hogy ott szimbolikusan az önkényuralmi disznó jelképet azt kipukkaszták a koncert végére. Van. Meg... Hát voltak ugye az óriás bábuk, meg amikor a repülő, azt lehet, ugye észrevetted a repülő, amikor becsapódik. Az zseniális volt, amikor egy ilyen, nem tudom, 6 méter széles repülő modell, így föntről az egyik ilyen kivetítő, vagy mi az világosító szucról elkezd lefele menni, és becsapódik a fal mögé, és aztán felrobban. Igen. Tehát vizuálisan zseniális volt minden, és hangzásilag is, engem is
néha lekötött jobban a látvány, tehát észrevettem, hogy így nézem a klipet, zseniális az egész, és így nem is a zenére figyeltem oda, hanem a kettőnek az összhatására. Úgyhogy ezért volt ez egy tökéletes koncert számomra. Igen, mindenféleképpen ajánlom, tehát hogy... És hogy a felvételeket, ha visszanézitek, az nem fogja úgy visszaadni, nem, sajnos. Abszolút nem, sajnos. Tehát ez egy olyan dolog, ami akkor és ott élvezhető igazán. Igen. Jó, hát szerintem akkor kiveséztük még talán jobban is, mint kellett volna, de minden esetre én azt gondolom, hogy mind a két élmény nagyon jó volt, és örülök, igen, hogy a részese voltam mind a kettőnek. Én is, úgyhogy köszönöm neked, meg Andrásnak, hogy ez így összejött. Jó, és az a lényeg, hogy Alekos Forever, tehát Santa Maria mindenkinek. Így van. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, hamarosan újra jelentkezünk. Hello, sziasztok! Hello! Hello! Köszönjük, hogy meghallgattatok minket! Santa Maria, Santa Maria.